A természeti környezetünk megörökítése számos formában lehetséges, akár fotóról, akár festményről legyen szó, lélek emelő az alkotás folyamata. Ezúttal Ritók Lajos grafikus és festőművészt látogattuk meg Tiszadobi műtermében, ahol a helyszín szomszédságában található Tiszapart is elég ihletet ad az alkotás megkezdéséhez. Tiszadob, ez egy nagy szerelem, ez egy óriási dolog. Olyan békében, olyan nyugalomban lehetek itt, amit szerintem nagyon kevés festő tud megengedni magának, pedig megengedhetnék maguknak, ha megismernék ezt a tájat, ezt a vidéket, ezeket az embereket. Fantasztikus. Nagyon-nagyon jól érzem magam. Nem kis küzdelem volt, de nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy itt lehetek. Ritók Lajos gyermekéveit Nagyváradon töltötte, ahol egy meghatározó élmény érte és indította el a művészi alkotópálya irányába. Semmilyen pálya nem nehéz, ha szereti az ember. De ami számomra nagyon emlékezetes volt Nagyváradon, amikor nagyon ritkán lehetett látni akár egy-egy színes képet, vagy bármit. 7-8 éves koromban emlékszem rá, hogy láttam egy képes lapot, amin tulajdonképpen egy elképesztő templom belseje bele sugárzott a fény, ahogy szivárog a fény az ablakon keresztül, és engem nagyon megfogott gyerekként ez az egész dolog. Hát tulajdonképpen én nem a fényt láttam ebbe az egész dologban, nem a templomot, hanem én bent voltam abban a templomban, és annyira le tudott nyűgözni ez az egész dolog, hogy egy papíron valaki meg tud jeleníteni egy ilyen történetet, hogy ez erre határozottan emlékszem, hogy nagyon belém égett ez a dolog. És tulajdonképpen rá 35 évre Hollandiába ezt az eredeti képet, ami tulajdonképpen kétszer nagyobb volt, mint egy képes lap az eredeti munka, ez eredetiben megláthattam, és akkor futott át rajtam az az egész dolog, hogy létezik az, hogy valaki, történetesen ez Rembrandt munkája volt, 400 év távlatában tud szólni egy olyan embernek, aki más nemzetiségű, más korszakban, más történetekben születik, más nyelvvel, és mégis egy nemzetközi dolgot, magyarul a szívének, a lelkének szól ez az egész. Ez egy elképesztő dolog. És onnantól kezdve én folyamatosan rajzoltam, festettem, természetesen tudatlanul, de abban a szellemben, hogy a lelkem vett és vitt tovább ebbe a történetbe, hogy bármi, ami elém került, azt próbáltam megörökíteni. A művész nem csak a természetet, hanem a természettel szorosan együtt élő embert is fontosnak tartotta megörökíteni. Ebben a megszokott kellékek mellett egy nem mindennapi eszköz, a szén segítette. A szénnek megvan az a varázsa, hogyha nekifog az ember, van ez a flow élmény, hogy belefogsz, és mint egy hullám megy, és onnantól kezdve sokszor úgy is megszületik a dolog, hogy tényleg nem tudom, hogy mikor fogok neki, mikor fejezem be, de egyszer csak megszületik. Ezek a nagyon ritka pillanatok egyike, és az úgy elteríti az ember lelkét, hogy Úristen, ezt én csináltam. A színnek van egy külön varázsa. Ha ezt megfejti az ember, és elég kitartó, akkor olyan fantasztikus festői felületeket lehet képezni magával a színnel, amit soha nem lehet csinálni ceruzával. És nekem ezért, hát egy idő után megadta magát a vonal nekem is, ami egy óriási dolog, mert addig bizony nem csak a kezed, nem csak a ruhád koszos, az órod tele van szénnel, és hát, ha ez az ára, ez az ára. Önmagam számára az idős emberek legalábbis Erdélyben, Székelyföldön, Párciumban
mindig ösztönösen sokkal hitelesebbek voltak, mint bármi más addig. És igazándiból ezért törekedtem arra, hogy azokat az értékeket, amiket én megélhettem idősebb emberek mellett, azokat kivétel nélkül megpróbáljam úgy a szerény egyszerű eszközeimmel örökíteni, amennyire csak lehet, mert egyik nap vannak, másnap már nincsenek. És én is ugyanúgy, mint ahogy az utolsó mohikánokat próbáltam összeszedegetni, elképesztő sorsokat ismerhettem meg a piacokon, az utcákon, elképesztő emberi tragédiák, amiket az ember, amíg fiatal, fel se fog. Viszont bennem ez ösztönösen működött, ezek az emberek nem púderezik magukat, nem maszkírozzák magukat, nem akarnak másnak látszani, mint amik, hanem olyan értékek, amilyenek. Elképesztőek, ezért nyűgöztek le. Kimagasló elismerés, ha egy művész képeit a Louvre Múzeumban is kiállítják. Ritók Lajos műveit két alkalommal is a párizsi nagyközönség elé tárták. Amikor ez ki volt állítva, ott 123-124 ország állított ki. Nagyon-nagyon pozitív visszajelzések voltak, és olyan emberek részéről is, akik tulajdonképpen zöme arisztokraták voltak. És ennek a hullámán tulajdonképpen kaptunk még egy lehetőséget, hogy még egyszer kiállíthassuk az egészet. A mi standunkon kívül még egy standhoz jött el személyesen gratulálni a Louvre-nak az igazgatója, az egy óriási dolog ezzel kapcsolatban. A kiállítások azok most ott tartanak, hogy közel túl vagyunk a 440 kiállításon, 5 kontinensen, elképesztő visszajelzések vannak, és most készülődök Ausztráliába. Furcsa lesz, amit mondok, de a munka nem azért születik, hogy valakinek tetszen. Amit én festek, azt nem másnak festem. Én csak próbálom közvetíteni azt a dolgot, amit én érzek, azon keresztül, akit én megpróbálok örökíteni.